Polgármester úr, miért kell most védekeznünk Brüsszel ellen? Brüsszel ellen azért kell védekeznünk, de sajnos ez már nem csak az a pontos kifejezés, hogy most, hanem folyamatosan az utóbbi időben, hiszen egy olyan fajta támadás alatt áll az ország, ahol az elért eredményeinket és azokat a pozitívumokat, amelyeket a kormányzat, illetve a magyar emberek közösen létrehoztak, akarják elvenni tőlünk adminisztratív intézkedésekkel, és olyan tevékenységet fejtenek ki, amik én úgy gondolom, hogy már ellentétesek az unió alapszerződésével, és mindazokkal a dolgokkal is, amivel mi az unió mellett szavaztunk, és az unió mellett döntöttünk. Nekünk, egrieknek mi fáj Brüsszel miatt? Tehát, hogy Egerben konkrétan mi lehet rosszabb, hogyha nem védjük meg Magyarországot Brüsszeltől? Hát, mi fáj? Gyakorlatilag minden fájhat, hiszen Egerben lévő és Eger környékén lévő Heves megyei polgárok számára ugyanúgy fáj. A rezsicsökkentésnek az eltörlése ugyanúgy fáj. A magasabb közüzemi díjnak a megfizetése, mint az ország bármely részén. Ugyanúgy problémát okozhat a menekülteknek a beáramlása nekünk, Eger környéki polgároknak, mint ahogy problémát okoz az országnak, és ugyanúgy növeli az országnak a terrorfenyegetettségét, hiszen senki sem a saját székében szeretné leélni a hátralévő életét a saját foteljából otthon, hanem mozdul, megy, jön, megy, közlekedik az országban, a gyermekei a fővárosban, illetve más városokban tanulnak tovább, a családját akkor tudhatja biztonságban, hogyha olyan emberek kerülhetnek be csak Magyarország területére, akik ellenőrzött módon és ténylegesen menekülként lépik át a határt, nem pedig olyan embereket erőszakol ránk Brüsszel és a brüsszeli bevándorlás politika, akiktől gyakorlatilag, mint ahogy azt láttuk Párizsban, ahogy láttuk Brüsszelben, ahogy láttuk Németországban, vagy akár hozhatok egy távolabbi példát is, ahogy láttuk Oroszországban, kiszámíthatatlanul viselkednek, és a tegnapi nap folyamán ugye Angliában, Nagy-Britanniában is volt erre kézzelfogható példa. A kormánynak, személyesen Orbán Viktornak is Soros György most az egyik legnagyobb ellenségképe. Az a Soros György, aki korábban ösztöndíjat adott a Fidesz elnökének, Magyarország miniszterelnökének. Nem furcsa így ez a komplett sorosozás? Én úgy gondolom, hogy nem lehet furcsa ez a komplett sorosozás, és akkor nem lehet furcsa a komplett sorosozás, hogyha az alapállásokat vizsgáljuk meg. Akkor, 1989-ben és azelőtt, amikor támogatta azokat a feltörekvő fiatal magyar politikusokat és szervezeteket, akkor egy diktatúra egy egypártrendszer ellen segítette ezeket az embereket abban, hogy felnőhessenek a feladathoz, és olyan szakmai képzettségekre és kompetenciákra tehessenek szert, ahol sikeresen megvívhatják ezt a harcot, elérhetik azt, hogy Magyarországon egy pluralis demokrácia és egy több pártrendszerű működés legyen. Akkor én úgy gondolom, hogy mai szemmel sem, és az Európa nyugati feléről szemmel sem egy legitim államhatalom ellen segítette ezeket a fiatalokat. Ma viszont alapjaiban megváltozott a helyzet, hiszen egy legitim módon megválasztott kormány az a választók többségének akaratából regnáló adminisztráció van ma Magyarországon, de mondhatjuk azt, hogy ugyanez a helyzet Romániában, ugyanez a helyzet Csehországban, ugyanez a helyzet Szlovákiában és Lengyelországban is, és mégis ezek ellen, a legitim kormányzatok ellen fejt ki tevékenységet, és úgy gondolom, hogy innentől kezdve az alapállásnak az ismeretében már nem lehet furcsa.